Sziasztok, mi mindig itt vagyunk az RTL Klub sajtótájékoztatóján, és Hernár Judit színművésznő áll velem szembe, aki a Csillag születik vezető zsűri tagjaként ismét belevág a tavaszi szezonba. Hogy fogadtad, hogy a társait cserélődtek, de te maradtál? Igen, ez egy érdekes kérdés, és erre föl is készültem úgy magamba, hogy ez biztos, hogy valaki föltesz. Én annyit tudok mondani neked, hogy én nagyon szerettem az előző zsűriben együtt dolgozni, hát 2 évadot húztunk így le, és azt tudom, hogy mindenkit megkérdeztek úgy személyesen, hogy kíván-e a következőkben részt venni. És én azt mondtam, hogy igen. Most ez egy személyes dolog volt, tehát én nem tudom, hogy a többiek mit mondtak, vagy mit nem, de arról viszont tudok, hogy némelyik volt zsűritaggal más céljai vannak az RTL-nek. Tehát erről én tudok, hogy vannak itt. Hát én megmaradtam itten, ami nem tudom. Én vagyok a hagyomány. Az új zsűritagok között üdvözölhetjük Hajós Andrást is, akivel azért a heti hetesben már az összecsiszolódás megtörtént. Hogy fogadtad, hogy ő lesz az egyik társad? Jaj, nagyon örültem neki. Komolyan mondom, nagyon örültem. Én, amikor meghallottam, hogy keresnek új zsűritagokat, meg egyáltalán, és akkor még az én részvétem sem volt biztos, én akkor már arra gondoltam, hogy az Andrishoz nagyon odavaló lenne. Talán a sokoldalúsága miatt, nem? Meg amiatt, hogy van empátiája, hiába tagadja néha, és mégis egy hihetetlen jó kritikusi hajlam és meglátás, és fantasztikus agya van, és hihetetlen gyorsan kapcsol. De hát itt van most a Puzsér is, úgyhogy jó lesz. Ővel kapcsolatban itt felmerült már, hogy nem lesz túl empatikus. Én nem hiszem, nem hiszem. Komolyan mondom, nem hiszem. Másképpen lesz, ez biztos. Én ezt majd figyelem. Én nem gondolom. Minden emberben van empátia. Komolyan, minden emberben van empátia. Csak így úgy, vagy burkoltan lefedi. De mindenkinek végülis az a lényege, hogy bármit, aki odaáll a színpadra, az a célja, hogy megtudja, hogy ő tehetséges-e, vagy nem. Jó, amit csinál, vagy nem. Senkinek nem lenne jó, hogyha hazugságok közt simogatva soha nem derül neki, hogy egy hangot nem tud énekelni, mondjuk. Így van, egyetért. Köszönöm. Az előválogatókon itt már hallottunk egy pár érdekes versenyzőt. Ne áruljunk el konkrétumokat, csak annyit, hogy van-e már a művésznőnek kedvence. Na most az a helyzet, hogy én még őket nem láttam, most fog indulni. Én azt tudom, hogy ugye behívták azokat az embereket, akik egyáltalán indulni akarnak, és az nem szólt, hogy név, cím, lakcím, mit tudom, én nem tudom, hogy mi a jó Isten történik ott, és most fogjuk őket csak még megnézni. Nagyon sokáig fogjuk őket nézni. Nagyon hosszan. Fárasztó egy ilyen úgynevezett castingolás? Nagyon. 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 Pont azért, mert az ember szeretne odafigyelni, és én igyekszem is odafigyelni, és ez egyszerűen elvárható. Tehát itt annyira érződik az, aki mi elkezdjük 9-kor mondjuk, és akkor aki bejön este 8-kor, és az akkor van ott tele energiával, és félelemmel, és bizonyítani vágyással, és akkor ott arra reagálni kellett. Hát ez nem múlhat azon, hogy én fáradt vagyok-e, vagy se. Tehát akkor a művésznő nagyon árgus szemekkel fogja figyelni a fiatal tehetségeket. Nem csak fiatalok vannak. Mondjuk láttuk a... Tényleg nem. És én azt is gondolom, hogy hát... Ugye, még a külföldiek, külföldi ilyen tehetségkutatókon sem. Susan Boyle például. Például, de nem csak ő volt ilyen. Na mindegy, szóval nem csak fiatalok. Igen. Várjuk azokat az embereket, akik most érkeztek el arra a pontra, hogy meg akarják mutatni. Az elmúlt évek csillagszületikjeiben úgy észrevehető volt a tendencia, hogy általában énekesek nyerték, vagy többségében. Mi lehet ennek az oka a művésznő szerint? Ennek az oka, én azt... Szóval biztos fontos, hogy ki nyeri. Tényleg ez egy fontos dolog, de én azt gondolom, hogy nem ez a fontos. És remélem, hogy ezért nem kapok most kritikát itt a csatornán belül, de én azt gondolom, az a fontos, hogy valaki bejut, meg tudja magát mutatni. Ez egy lehetőség, és teljesen mindegy, hogy hol esik ki, és melyik ponton. Ez egy olyan dolog, amivel valamit lehet kezdeni, valamifele elindítja.
hogy miért, most azért válaszolok is a kérdésedre, azért, mert egy csoportot sokkal nehezebb szeretni, sajnos, mint egy, szóval nem tudja annyira odaragasztani az emberek, mert hogy itt az emberek szavaznak. De hogy például ott volt Szabó Ádám, aki harmonikával indult, és hogy még, például egy hangszeres is nyerhetni akár. Én őneki nagyon drukkoltam. Ha engem kérdeznek, én nálam ő volt a nyerő. Hát akkor reméljük, hogy az Ádámhoz hasonló tehetségeket fognak most is felfedezni a Csillagszületikben, és kívánok ehhez sok sikert. Én is, és köszönöm szépen, nekik kívánok sok sikert, meg magunknak sok türelmet és figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönjük. Tudom, most el akarod nyomni, mert vége a videónak, igaz? Pedig most jön a lényeg. Legyenek neked is sztárfotóid. www.kaszásbence.hu www.objektívfotó.hu. Szeretnél még többet látni? Akarsz értesülni a legfrissebb újdonságokról? Kövess minket a Facebookon is! Médiapartnerünk!